Imádkozzunk. A mi segedelmünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Olvasom Istennek szent ígét, amiképpen írva van Pál apostolnak a Filemonhoz írott leveleiben. Olvasom Isten ígéjét Pál apostolnak a Filemonhoz írott leveleiben, a 7-től a 20-ig terjedő verseket. Az ígét alázatos szívvel leülve hallgassuk meg. Mert sok örömünk és vigasztalásunk van a te szeretetedben, hogy a szenteknek szíveik megvidámodtak te általad, Atyám fia. Annak okáért jól lehet, nagy bátorságon van a Krisztusban megparancsolni néked azt, ami illendő, a szeretetért inkább kérlek, ilyen lévén, mint Pál, a megvénhedett, most pedig fogja is a Jézus Krisztusnak. Kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban szültem, Onezimusért. Aki egykor tenéket haszontalan volt, most pedig mindneked, mindnekem nagyon hasznos. Akit visszaküldöttem, te pedig őt, azaz az én szívemet, fogad magadhoz. Őt én magamnál akartam tartani, hogy te helyetted szolgáljon nékem az evangéliumért szenvedett fogságomban, de a te megkérdezésed nélkül semmit sem akarván cselekedni, hogy jó téteményed ne kényszerítésből, hanem szabad akaratból való legyen. Mert talán azért vált meg tőled ideig, óráig, hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza. Nem úgy immár, mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, mint szeretett atyafit, kiváltképpen nékem, mennyivel inkább pedig néked, mint testben, mint az Úrban. Azért, ha engem részes társadnak tartasz, úgy fogad őt magadhoz, mint engemet. Ha pedig valamit vétett ellened, avagy adós, azt nekem rót fel. Én Pál írtam az én kezemmel, én megfizetem, hogy azt ne mondjam néked, hogy te magaddal is adós vagy ezen felül nékem. Bizonyára, Atyám fia, jó téteményt várnék tőled az Úrban. Vidámítsd meg az én szívemet az Úrban. Isten tegye áldottá az ő ígéjét, hogy az Úr beszéde lakozzék mi bennünk, mi sok és jó gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részesévé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nékünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által, mikor is így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.
versét, a 481. dicséretet, hogy így Uram, engem áldással. Olvasom Isten igét, amíg éppen írva van. Pál apostolnak a Filemonhoz írott levelében, a folytatólagos versekben. Hallgassuk meg alázatos lélekkel Isten üzenetét, amíg éppen írva van. A Filemonhoz írt levélben, a 21. és 22. versekben. Bízván a te engedelmességedben így írtam neked, tudván, hogy annál, amit mondok, többet is fogsz cselekedni. Egyúttal pedig készíts nékem szállást, mert remélem, hogy a ti imádságaitokért néktek ajándékoztatom. Kedves testvérek, egy régi, rövid levélről van szó, amit Pál apostol a fogságából, Rómából, Kolossé városában, Filemonhoz ír. Filemon testvér az Úrban, Krisztus Jézus követője, aki elindult a Krisztus követése útján, és már örvendetes eredményeket ért el, már eljutott Pál apostolhoz is, az ő szeretetének, szolgálatának a híre. Csak jót mondhat neki személyben, levélben, és még a jelenléte nélkül is.
És ezen az úton, mint minden embernek, a Krisztus követésének útján meg lehet akadni, el lehet akadni, de lehet tovább menni is. Sőt, kell tovább fejlődni a Krisztus követésének az útján. Nagy dolog volt az, amikor régen, majdnem 2000 esztendővel ezelőtt, egy levél elindul és megérkezik a címzettjéhez. Több mint 1600 kilométer kellett, hogy ez a levél megtegyen, hogy Filemon elolvashassa. Most a mi századunkban nagyon könnyen tudjuk felvenni a kapcsolatot valakivel, akit szeretünk, akármilyen messze is van, akár telefonon keresztül, akár interneten keresztül, a távolság már nem távolság, de mégis a levél, amiben megfogalmazzuk gondolatainkat, az többet jelent, mint a szó. Mert régi mondás ez is, hogy a szó elszáll, de az írás megmarad. Már az is nagy csoda, hogy ez a levél megmaradt, ez a rövid levél nem kallódott el, nem veszett el, hanem olvashatjuk mi is, mert ez a levél nem csak egykor Filemonnak szólt, hanem úgy kell olvassuk, és úgy kell hallgassuk, mint akiket bennünket is megszólít a mindenható Isten. Ez a levél nem veszítette el az időszerűségét. A mi számunkra is valami nagyon fontosat akar a mindenható Isten a szívünkre helyezni. Ahogyan mondtam, technikailag sok minden megváltozott 2000 év óta, de lényegében az ember nem változott, és nem változott az a helyzet sem, ami által nekünk örömünk lehet, vagy éppen ami bosszúságunkra szolgál, vagy nem változnak valójában az embernek az indulatai, az embernek a vágyai ugyanazok, mint voltak egykor. Amikor a mi számunkra érkezik valamilyen levél, és kiváltképpen, hogyha valami intézménytől jön el valami hivatalos levél, akkor szinte félelemmel nyitjuk fel, mert nem igen vagyunk megszokva azzal, hogy valami örömöt jelentene, akár egy számla, vagy akár valami más, ami érkezik hivatalos helyről. De ezzel ellentétben az üdvözleteknek, amik ünnepnapokon érkeznek, azok nagy örömünkre szolgálnak. És jobb is, mint az élőszóban átadott üzenet, mert ez megmarad. Többször is elolvashatjuk, gyönyörködhetünk benne. Ez a levél is azért maradt meg, mert nem csak egyszer olvasta el Filemon, és nem dobta utána a szemét kosárba, hanem meghagyta, megmaradt, hogy mások is olvashassák. És nem szégyen az bevallani Filemonnak sem, hogy bizony nehéz helyzetben volt akkor, amikor átadták neki ezt a levelet. És aki átadta, nem volt más, mint maga Onezimus. Ez egy fiatal rabszolga volt, abban az időben rabszolgatartó urak és rabszolgák voltak. Egy olyan fiatal ember, akinek a neve már nagyon fontos üzenetet hordoz, az Onezimus szó azt jelenti, hogy hasznos. Ez az ember, akit pénzért vett meg Filemon, a rabszolgatartó ura, ez egy alkalommal megszökött. A fiatal rabszolga vette azt a bátorságot, azt a merészséget, hogy kockáztatva a testi épségét, mert a szökött rabszolgákat akár ki is végezhették, vette azt a merészséget, hogy megszökött. Elszökött az ő urától. Valószínű, hogy még pénzt is lopott azért, hogy legyen pénze neki az útra, hogy eljuthasson álmainak a városába, Rómába. És ott talán elvegyül a nagy tömeg között, és nem fedezik fel, és megvalósíthatja azt a nagy álmát, hogy a maga ura legyen. Itt már egy kicsit hasonlít a történet a tékozó fiúnak a történetéhez, amit mindnyájan bizonyára jól ismerünk.
csak hogy az úgynevezett tékozló fiú könnyebb helyzetben volt, mert csak azt kellett megvárnia, hogy nagykorúvá legyen, és kikapja a szülőktől a ráeső részt a vagyonból, és valóban akkor teljesíthette az álmát, hogy a maga ura legyen, elköltözhessen, senkinek ne tartozzon számadással, és megvalósíthassa azt, amiről álmodott. Csak hogy a mindenható Úristen úgy rendelte, hogy valószínű, hogy ez az Onezimus csalódott. Csalódott abban, hogy az egész világ az övé lesz, hogyha megszabadul az ő urától, az állandó felügyelettől. Eljut a nagy világvárosba, Rómába, és végül Pál apostolnál köt ki. Pál apostolnál, akiről hallott valamennyit, akiről annyit tudhatott, hogy az evangéliumot hirdet, és az evangélium szerint is él. És nála keresett menedéket, sőt azt olvassuk, hogy maga Pál apostol beszél arról, hogy nekem segítségemre volt, szolgálatomra volt az én fogságomban. És utána eljött az idő, amikor Pál apostol megír egy levelet, egy pártfogást kérő levelet, amit maga Onezimus kell, hogy eljuttasson a gazdájához, hogy minden visszakerüljön a régi rendjébe. De mint ahogy a tékozló fiú is meg kellett tegye ugyanazt az útat visszafelé is az atyai hajlékba, úgy Onezimusnak is meg kell tennie egy útat. És ez az út már sokkal nehezebb. Talán még nagyobb bátorság kell hozzá, még nagyobb hit és még nagyobb reménység, még nagyobb kitartás, hogy odaálljon az ő ura elé, és nem is kell megszólaljon, mert beszél helyette a levél. Sokszor kerülhetünk mi is ugyanolyan helyzetbe, hogy nem is kell megszólaljunk, vagy nem adatik meg a számunkra, hogy megszólaljunk. De beszél valaki helyette. Sőt, az a nagy bizalmunk van nekünk, hogy eljutunk egyszer az Atya Isten, a mi Teremtő Urunk elé, és valaki beszél mi helyettünk. Akit megszerettünk, akiben bízunk, akiről szó van ebben az ígében is, mert nem csak három szereplője van ennek a levélnek. Nem csak Pál apostolról van szó, aki írja a levelet, Filemon, aki kapja és elolvassa azt, és Onezimus, aki ilyen bűnt követett el, hanem a megbocsátás, ha van, akkor az Jézusnak a nevében történik. Az irgalom gyakorlása, a szeretet útján való járás Jézus Krisztus nevében történik. És azt is olvassuk, hogy amikor készhez kapja Filemon a levelet, akkor ránéz a levél hozójára, de nem úgy néz rá, nem úgy kell ránéznie, mint aki valamilyen nagy komisságot követett el, hanem azt mondja Pál, hogy úgy néz rá, mintha engem látná. Mert valóban ez a nagy reménységünk, hogy úgy néz ránk az Úristen, hogy az ő egyszülött fiát látja. Azt, aki szenvedett mi érettünk, aki elhozza, elviseli, elhordozza a büntetést, amit mi érdemeltünk volna meg. Ebben az ígében úgy elgondolkozhatunk azon is, hogy mi az, ami megváltoztatja az embert. Mert mindig szeretné a szülő, hogyha engedelmesebb lenne a gyermeke, sokkal jobb lenne. Vagy embertársainkról, társainkról is elmondhatjuk azt, hogy szeretnünk, hogyha más lenne, megváltozna. De mi az, ami meg tudná változtatni? A rábeszélés? A meggyőzés? Vagy éppen a megfélemlítés, vagy a büntetés. Az egyetlen nagy dolog a hála. Az, hogyha valaki érzi, kiváltképpen, hogyha valamilyen tragédián esett át, azt érzi, hogy elveszítette az életét, vagy megérdemelte volna, hogy elveszítse, de visszakapja azt. És ez egy olyan hála, amely egész életében végig kíséri az ember. Mert hivatkozik Pál apostol is arra, hogy adósok vagyunk
azt is emlegeti, hogy te adóson vagy. Én tőlem kaptad az útbaigazítást, az új életet, de ezen felül sokkal inkább a fontos az, hogy adósai vagyunk az Úr Jézus Krisztusnak. És nem lehet leróni, nem lehet visszafizetni ezt az adósságot. Nem lehet azt mondani, hogy kvittek vagyunk. Hogy visszafizettem, és nem tartozunk egymásnak semmivel. Pál apostol írja is az egyik gyülekezethez írott levelében az, hogy ne tartozzatok senkinek, de azzal igen, egyel, hogy szeressétek egymást, hogy befogadjátok egymást. És hogyha anyagiakról van szó, sokszor azon bukik el, és abban derül ki, hogy mennyiben vagyunk Krisztus követői. Gyönyörű szép szavak hangzanak el, hivatkozás Jézus Krisztus evangéliumára, az örömhírre, amit jelent ő a mi számunkra. Mindezek nagyon szép szavak, de a gyakorlatban vajon hogy néz az ki? Ez az íge, amely előttünk áll, ez egy befejezetlen dolog. És pedig nem egy olyan regény, vagy nem egy olyan novella, egy elbeszélés, amelyet olvasunk, és gyönyörködünk annak a szövevényében, a cselekmény szövevényébe, és fordulatokban. És elolvassuk a végét, amely nagyon jól végződik, a happy enden tudunk örvendeni, becsukjuk a könyvet, és tovább lépünk. Ez a történet nincsen befejezve, mert nem ismerjük a válaszát Filemonnak. És ha ez a levél mihozzánk is szól, rajtunk múlik, hogy milyen befejezést adunk ennek a kérésnek, ennek a levélnek, ennek az üzenetnek. Végződhet ez jól, és végződhet rosszul is. Filemon, hogyha ragaszkodik a maga jogaihoz, akkor az abban az időben abban nyilvánult meg, hogy a megszökött rabszolgát meg lehet és meg kell büntetni. Egyrészt példát is kell statuálni másoknak, máskülönben megérdemli a büntetést. A legenyhébb büntetés az lett volna, hogy megkorbácsolják azzal a korbáccsal, ami letépi egyenesen az embernek a hátáról a bőrt, vagy pedig lehetett egy bélyeget sütni a homlokára, hogy mindenki lássa, meg lehetett volna kínosztatni, vagy éppen az sem volt példátlan eset, hogyha kivégzik a szökött rabszolgát. És a leggyakoribb példája pedig a keresztre feszítés volt. A rabszolgákat szokták keresztre feszíteni. Ebből is látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztusnak milyen nagy volt az áldozata, amikor a rabszolgák büntetését vállalta magára. Nem tudjuk azt, hogy csak reméljük, csak hittel gondolunk arra, hogy Filemon arra hangra hallgat, amely Jézusnak a hangja. Nem arra a hangra, amely az ő régi természetének, az emberi régi természetnek a hangja, amely bosszúért kiállt, amely kiáll a maga jogaiért. Pál apostol áldozathozatalra kéri Filemont, hozzon áldozatot. És ha elgondolkozunk a saját életünk dolgai felett is, akkor nem is az a legfontosabb kérdés, hogy milyen áldozatot hozunk anyagiakban, vagy más nemű segítségben, áldozatban, hanem az, hogy mit tartunk meg, mit akarunk megtartani. Hogy Filemon vajon megtartja-e a saját jogait? Mert mondhatta volna azt, hogy neki joga van megbüntetni a szökött rabszolgát, joga van arra, hogyha őt kár érte, akkor kapjon kárpótlást is, akkor kapjon kártérítést is. És azt is látjuk, hogy Pál apostol mennyire nem marad meg a gyönyörű szavaknak a szférájában, nem marad meg a gyönyörű szavaknál, hanem tudja, hogy az anyagiak tekintetében is milyen pontos kell legyen az ember. Ez a levél úgy is veendő, mint egy kötelezvény. Pál apostol kötelezi magát,
írásban vállalja a felelősséget, hogy kártalanítja Filemont az őt ért veszteségért, sőt megaláztatásért is, mert ugyebár megszökött a rabszolgája, rossz példát mutatva többinek, és azon kívül hónapokra vagy talán évekre menő az a kiesés, munkakiesés, amelyet okozott. Egyenesen tehát kárt okozott, nem hasznos, hanem haszontalan lett ez a rabszolga, aki egyébként jó képességű, fiatal ember, és visszaélt az ő urának a bizalmával. És nem tudjuk azt, hogy Filemon mit tett, csak gondolhatjuk, hogyha tovább megy Jézusnak az útján, akkor ez a történet nagyon szépen, nagyon gyönyörűen fejeződik be. A saját életünkre nézve, szeretteink életére nézve, vagy ismerőseink, barátaink életére nézve is, csak reményünk lehet, hogy tovább mennek, vagy tovább megyünk azon az úton, amelyen örömök és kellemes meglepetések várnak bennünket is. Mint ahogy Pál apostol is említi azt, hogy az embereknek a szívei megvidámodtak te általad, mondja Filemonnak. És nem akarja azt, hogy ráerültesse Pál a maga akaratát Filemonra. Azt mondja, a szeretet miatt nem akarlak kényszeríteni, hanem dönthetsz, hogy mit cselekszel. Nagyon benne van az embernek a vérében, az ösztöneiben az, hogy irányítsa az eseményeket, irányítsa az embereket maga körül. És kiváltképpen akkor, hogyha jó ez az igyekezet, hogyha nemes ez a cél, mint ebben az esetben is. Jó dolog lenne az, hogyha meg tudna bocsátani Filemon, de nem akarja ráerőltetni a maga akaratát, a maga elképzeléseit a másik emberre. Még akkor is, hogyha tudja és meg van győződve, hogy neki igaza van. Mennyit imádkozhatott Pál apostol, hogy ezt a levelet megírja? Magunkon is észreveszünk, hogy ha le kell írjunk néha néhány sort, bizony nagyon nehezünkre esik. Nagy erőfeszítésbe kerül. Nagyon meggondoljuk, hogy mit írjunk. Vagy éppen ellentétben ezzel, hogy mit ne írjunk meg. Sok minden van ebben az ígében is, ami nincsen leírva. Nincsen említés arról, hogy milyen elképzelései voltak Onezimusnak. Nem fontos az. Nem fontos az, hogy észben tartsuk egymásról az, hogy milyen bűnöket, milyen rosszat követtünk el egymás ellen. Pedig azokat szívesebben jegyezzük meg, akár fel is írjuk magunknak. Hanem a legfontosabb az, hogy milyen lehet a végkimenetele. Milyen fordulatot vehet a megbocsátás alakjában, az újrakezdés alakjában a mi életünk, vagy másnak az élete. Tehát Pál apostol nem akarja ráerültetni a maga akaratát Onezimusra, hanem döntés elé állítja. A szeretet miatt, a szeretetért inkább kérlek, mondja Pál, én a megvénhedett, most pedig fogja is a Jézus Krisztusnak. Kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban szültem, Onezimusért. És Onezimus is érezheti ezt, hogy Pál apostol tarthatja a lelki apjának, a lelki atyának. Ő pedig tarthatja magát, saját magát, az ő fiának. Mert akármilyen nehézségben is volt Pál apostol, ott csörömpöltek a bilincsek a kezén, a csuklóján. Ott volt az a kényszerhelyzet, hogy egy börtön cellában volt, amit nem hagyhatott el. És nyilván, hogy segítségre volt szorulva, hogyha levelet küldött, ha tartani akarta a kapcsolatot a Krisztus követőivel szerte a római birodalomban, és azon kívül az élelmezése, és sok minden olyan dolog volt, amiben szintén segítségre szorult. És jól jött neki ez a segítség, amit jelentett Onezimus. Jól jött
hogy valaki ott volt a közelében, kiszolgálta, és nem ragaszkodott ehhez mindvégig. Sok mindent megszokunk, sok minden jól esik a mi számunkra, de le kell mondjunk róla. Az csak maga Pál apostol tudhatta, hogy milyen nehéz volt lemondania erről a szolgálatról. De tudta, hogy elérkezik az idő, és vissza kell küldje ezt a szökött rabszolgát az ő urához. Mint említettem, nagyon sok imádság van e mögött, amiről Pál apostol nem is írt. Annyi sok gyötrődés, hogy mi legyen, hogy ne tartsa meg magának Onezimus szolgálatát, hanem kerüljenek vissza a helyükre a dolgok. Onezimus térjen vissza. És Onezimus úgy megy vissza, hogy bizonyára nagyon sok félelem, nagyon sok aggodalom van a lelkében, hogy mi lesz vele. Csak hogy a kérdés mindig az, hogy vajon nagyobb-e a hitünk, meghaladja a mi reménységünk azt a félelmet, azt az aggodalmat, azt a bűntudatot, amely bennünk van. Egy új élethelyzet lesz az, amikor Filemonhoz visszatér Onezimus, amikor minden attól függ, hogy mit dönt Filemon. Vajon Istenre hallgat, az Úr Jézus Krisztusra hallgat, vagy pedig a saját természetének a hangjára. Azt is említettem, hogy Pál apostolnak gondja van arra, hogy az anyagiakban is nagyon alapos legyen, nagyon lelkiismeretes legyen. És éppen ezért azt mondja, azt írja, hogy nekem rót fel azt a vesztességet, amely téged ért. A latin fordítás, amely a hivatalos nyelve volt a Római Birodalomnak, az így hangzik, hogy mihi imputá. És hogyha az imputálás szót halljuk, akkor bizony eszünkbe jut az a szó, amely sokszor hallható vállalatoknál, intézményeknél, akik ott dolgoznak, azokat megimputálják, ha valamilyen rosszat vagy mulasztást követnek el. És ez kellemetlenül hangzik a fülünknek, meg a zsebünknek. És éppen ezért él ezzel a kifejezése Pál apostol, hogy engem imputálj meg. Nekem rót fel azt, és írd le azt az összeget is, amellyel én tartozom neked. És ezen nem fogunk alkudni, és nem fogunk összeveszni, mert ha te megállapítasz egy kártérítési összeget, én azt ki fogom neked fizetni. Nem fog téged kár érni. Nem csak a szép szavakra van itt szükség, hanem akár, hogyha kellemetlen is, de meg kell téríteni valamilyen kárt. Helyre kell hozni valamit, amit nem is ő rontott el tulajdonképpen, de magára vállalja. Mindig újból és újból visszacseng az, ami fülünkbe, amit Jézus Krisztus tett mi érettünk. Nem ő maga követte el a bűnöket, a mulasztásokat, de ő magára vette. És azt nem vonhatják, azért nem vonhatnak bennünket felelősségre, és nem lehet kétszer kérni egy kártérítést. Nem mondhatja Filemon Onezimusnak, hogy neked is rendezned kell a dolgokat, a kártérítést. Nem lehet kérni Onezimustól is, és Pál apostoltól is. Ha Pál apostol leírja, aláírja, hogy ő kártérítést fizet, nem lehet ezt ugyanúgy még egyszer kérni valakitől. És ez egy nagy kérdése a mi személyes hitéletünknek is, hogy amikor annyi rosszat, annyi mulasztást elkövetünk, hogy vajon ki kérheti azt még egyszer számon tőlünk, hogyha az Úr Jézus Krisztusért Isten megbocsátotta. Hogyha eltörölte valami nagy botlásunkat, nagy bűnünket, nagy tartozásunkat, eltörölte a mindenható Úrunk. Vajon ki hány torgathatja fel még egyszer, hogy még egyszer gyötörjön a bűntudat bennünket, hogy valamit elrontottunk. Mert Krisztus, amikor valamit kifizet értünk, mint adósságot, akkor egyszer s mind ad nekünk egy új lapot, egy új lehetőséget,
amivel élhetünk. És ezen már nincsen ott a régi tehertétel. Adja nekünk, ami számunkra a megújult életet, a megtisztított lelkiismeretet. Amikor Filemon elolvassa ezt a levelet, akkor nyilván, hogy magába száll, és sok mindenen elgondolkodik. Sok minden világos előtte, sok minden rászorul erre a magyarázatra. Úgy van az a mindenkori életben is, hogy van, ami olyan természetesnek tűnik, és van, amit kell magyarázni, van, amiről kell beszélni, és van olyan dolog, amiről sokat kell beszélni. De nem lehetetlen. Van egy-egy nehéz dolog, amit meg kell oldani, és nehezen oldható meg, de megoldható. Nincsen olyan sérelem, nincsen olyan megaláztatás, amelyet ne lehetne megoldani. Mert Filemon mondhatja azt, hogy engem megaláztak, engem becsaptak, engem megloptak. És mégis elvárja Pál apostol tőle, hogy irgalommal, sőt szeretettel viseltessen a rabszolga iránt. Ebben a történetben három embert látunk, és a három ember annyira különbözik egymástól. Minden szempontból, születésétől fogva, gazdasági vagy társadalmi helyzetétől is. Annyira más Pál apostol, aki egy nagyon művelt, egy nagyon tanult zsidó rabbi, de aki Jézus Krisztus követőjévé vált. Az egész római birodalomban ismerik, sokan gyűlölik, sokan halálra keresik, de sokan és nagyon sokan szeretik és követik. Ott van Filemon, akinek rabszolgái vannak, akinek nagyon jó az anyagi helyzete, mondhatjuk úgy, egy dúsgazdag ember, akinek rabszolgái vannak, nagy vagyon a házai, palotája, mindene megvan, és mégis ez az ember is keresztjénné vált, Krisztus követőjévé. És van egy haszontalan fiatalember, aki megszökik az ő urától, aki el kellene fogadja a társadalmi helyzetét, de nem tudja, lázadozik, meg akarja valósítani önmagát, hogy modern kifejezéssel éljünk. De ez az ember is megismeri az Úr Jézus Krisztust. Van egy közös pont. Lehetünk akármennyire különbözők, akármennyire más neveltetésűek, de van egy közös pont, és ez adja meg a közös hangot is. És ez alapján helyezkedhetnek valamilyen közös alapra. Nyilván, hogy van olyan dolog is, hogy amikor elolvassuk ezt a levelet, vagy hallgatjuk, olyan nehezen tudjuk beleélni magunkat abba a környezetbe, abba a világba, ahol voltak rabszolgák és rabszolgatartók. Ahol pénzért megvették az embereket, dolgoztatták ingyen, és akármikor megbüntethették, vagy megölhették. Minden lelkiismeret furdalás nélkül. És persze, hogy voltak olyan emberek, akik nem látták jól, jónak ezt a világot. Meg akarták változtatni. Voltak abban az időben is forradalmak, fegyveres lázadások. Hallottunk nyilván mindnyájan Spartacusnak a lázadásáról. A rabszolgák milliói le akarták rázni a bilincseiket. De vajon mi a megoldás? Örök emberi kérdés ez. A rabszolgák akkor fellázadtak, abból csak mészárlás, öldöklés, háború lett, és végül megtorlás lett, és minden maradt a régibe. Pedig a cél az volt, hogy megváltozzon a helyzet, és valóban megváltozott azóta már, tudjuk, hogy megváltozott a helyzet, de alapjában véve nem. Alapjában véve most is vannak olyan emberek, akik megengedhetnek mindent, vagy majdnem mindent maguknak. És vannak a kis emberek, akik ki vannak szolgáltatva, nem kell bilincsbe verjenek bennünket, de akkor is azt műveljük, amit elvár tőlünk a társadalom, azt vesszük, azt vásároljuk, azt a divatot követjük, úgy öltözködünk, és használjuk azokat a dolgokat, amik a mi
évszázadunknak a vívmányai, a mobiltelefont, internetet, technikai eszközöket, de ki vagyunk szolgáltatva? Nem a magunk urai vagyunk. Annyi méltatlan megaláztatás éri az embert, ér bennünket is. Ma is ugyanúgy mondjuk, hogy vannak igazságtalanságuk a társadalomban. Ér bennünket személy szerint megkülönböztetés, igazságtalanság. De nem lehet erőszakos módon megváltoztatni azokat. És Pál apostol nem említi azt fel, hogy igazságtalanság az a társadalmi rendszer, amelyben élnek, amelyben vannak. Nem lázít és nem bújtogat, hanem megtalálja az útat, hogy mégis testvérként találjanak egymásra az emberek minden különbségük és különbözőségük ellenére. És azt is el tudjuk képzelni, hogy milyen nagy öröm lehetett az, amikor valóban egymás nyakába borulhatott rabszolgatartó és a rabszolgája. Mert azzal a reménnyel írja Pál apostol, hogy bízván a te engedelmességedben, így írtam neked tudván, hogy annál, amit mondok, többet is fogsz cselekedni. Itt egyenesen meglódul az embernek a fantáziája, és még arra is gondolunk, hogy Filemon felszabadítja a rabszolgáját. Nem csak, hogy eltűri valahogy, túlesik ezen a kellemetlen ügyön, hanem egyenesen felszabadítja, visszaadja neki a szabadságát. Ő is aláír egy kötelezvényt, amelyben szabadnak nyilvánítja, és ezzel a szabadság levéllel bárhová mehet, ez a rabszolga hova akar. Valószínű, hogy ő erre gondolt Pál apostol, mert sokan az írás magyarázók közül erre gondolnak, de a lényeges az, hogy ismét az a szó kerül előtérbe, amely az életünknek az alapja, mindnyájunk életének az alapja lehet a hála. Nem a kötelességtudat, nem kötelességtudatból kell Filemon cselekedjen. Nem elvárás alapján, hogy Pál apostol elvárja, mi barátoknak tartjuk egymást, elvárja azt, hogy így cselekedjek. Nem megfélemlítés, nem kötelességtudat, nem felelősségtudat, nem kényszer, hanem hálából. És nem is Pál apostolnak hálás igazából, hanem az Úr Jézus Krisztusnak. És végül pedig, milyen szép az, amivel befejezi az a levelét, befejeződik ez az íge, amikor azt mondja Pál apostol, egyúttal pedig készíts nékem szállást, mert remélem, hogy a ti imádságaitokért néktek ajándékoztatom. A viszontlátásnak a reménye csendül fel. Amikor találkozhatnak, elbeszélgethetnek, amikor Filemon vendégként fogadhatja Pál apostolt a maga házában, amikor még többet, még mélyebben beszélgethetnek az ígéről, az Isten üzenetéről, lelki dolgokról. Az Isten tisztelet ilyen alkalom, amikor Isten üzenetére összegyűlünk, épülhetünk egymás hite által, beszélgethetünk az Úr Jézus Krisztus dolgairól, Isten üzenetéről, csak hogy azt mondja ez az íge, hogy valami kell e mögött legyen, a ti imádságotok. Mert ha nem imádkozik Filemon azért, hogy Pál apostol eljusson hozzá, akkor nem lehet örvendezni annak a találkozásnak. Ha nem imádkozunk, amikor eljövünk, hogy egymással találkozzunk itt a szent hajlékban, akkor nem jelenthet igazi örömöt az együtt éneklés, együtt imádkozás, az együtt való hallgatása az ígének. Ezért kell, hogy mindig imádsággal gondoljunk minden egyes találkozásra is. De kiváltképpen, amikor az Úristen szín előtt együtt találkozhatunk a mi üdvösségünkre és Isten dicsőségére. Amen. Felséges Urunk, köszönjük, hogy
összegyűlhettünk a te neved imádására. Köszönjük, hogy együtt hallgathattuk az üzenetet. Együtt hallgathattuk azt a mondanivalót, amit a szívünkre akarsz helyezni ezen áldott alkalommal. Hálát adunk, hogy összegyűjtöttél bennünket, hogy épülhessünk egymás hite által. Hogy megerősödhessünk abban a hitben és abban a reménységben, amelyel kell, hogy járjuk a mi életünk útját, amelyben sokszor vannak akadályok, nehéz helyzetek, amikor szükség van arra, hogy megbocsássunk, meg tudjunk szívből bocsátani egymásnak, de leginkább arra van szükségünk, hogy megbocsáss mi nékünk, hogy eltöröld a mi bűneinket, a mi vétkeinket, felséges Urunk. Hálát adunk, hogy ez meg is történt az Úr Jézus Krisztus által. Eltörölted mindazt, ami terhel bennünket, és kárhozatba sodorna minket a bűntudat, és mindaz a felismerés, hogy elveszett gyermekeid vagyunk, de te vissza akarsz vezetni bennünket a keskeny útra, amely te feléd vezet, amely a te örök üdvösségedben, a te örök országodban a viszontlátással ér véget. Felséges Urunk, ebben a mi életünkben adj áldást a mi igyekezetünkre, amikor igyekszünk megérteni a te akaratodat, igyekszünk teljesíteni a te akaratodat, amikor igyekszünk engedelmeskedni a te akaratodnak. Adj nekünk alázatot minden imádságunkhoz, hogy beismerjük, hogy mennyi gyarlóságot, mennyi bűnt követtünk el a mi életünk útján, meggondolatlanul, akaratlanul is. Sokszor fenntartjuk a jogot magunknak, hogy irányítsuk a mi magunk életét, sőt, irányítsunk másokat is. Azt kérjük tőled, engedelmes lélekkel, hogy te irányítsd a mi életünket, te irányítsd a mi akaratunkat, te irányítsd bennünket, hogy érezhessük meg, hogy mindent, ami javunkra tudsz és akarsz formálni. Mindazt a kellemetlen dolgot is, amely érhet bennünket. Akkor, amikor indulatosak vagyunk, akkor, amikor megaláznak bennünket, becsapnak, átejtenek minket. Add azt a mennyei türelmet, amelyet tanulhatunk a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. De ő nem csak tanítani akar, hanem az ő erejét akarja mi belénk adni. Így szenteld meg ezzel a felismeréssel, ezzel a meggyőződéssel, így szenteld meg a mi Isten tiszteletünket, a mi életünket. Add, hogy valóban megérthessünk valamit, valami nagyon fontosat, vagy megerősödjünk ebben a hitünkben, most, amikor összegyűlhettünk a te neved imádására. Áld meg a mi vasárnapunkat, a mi ünnepünket, légy mi velünk a mi hétköznapjainkban, kiváltképpen könyörgünk a mi közösségünknek, közösségeinknek, azon tagjaiért, akik betegségeket, szenvedéseket hordoznak el. Azokért, akik a magánynak, az elhagyatottságnak az érzéseit hordozzák el. Légy mindnyájunkkal akkor, amikor magunk akarjuk tervezgetni a mi életünket. Akkor, amikor eltávolodunk te tőled. Légy mi velünk a mi útjainkban, a mi pihenésünkben, a mi felkelésünkben és lefekvésünkben. Őrizz a te angyalaiddal a mi álmainkat is. Légy mi velünk ebben a földi létben és azon túl, ahol a dicsőült lelkek, angyalok serege áld és magasztal téged, örökkön örökké. Amen. Mondjuk el együtt a mi Urunk imádságát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadítson minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást a gyülekezet áldozatos szeretetébe ajánlom. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
Hirdetem, hogy emlékharang szólt elmúlt héten néhai Csokmai Julianna elhunytának első évfordulója alkalmából. Isten tegye áldottá emlékét. Ránk következő vasárnapon, ha az Úr megtartja életünket, megszokott időben lesz megtartva az Isten tisztelet, valamint hétköznap is az imaóra és bibliaóra megszokott időben lesz megtartva.